Régóta húzódó probléma, hogy a magyar karácsonyfa termelők nem tudják felvenni a versenyt a multinacionális cégek kedvezményeivel, így évről évre egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ez az időjárási viszontagságok miatt különösen igaz lehet a 2020-as szezonra. Egy másfél két méteres fenyő, hogy megnőjön, ugye ahhoz kell, most Norman fenyőről, minőségi fenyőről beszélek, 8-10 év kell hozzá, és 8-10 évig kell szorgalmasan művelni. Az ültetvényeket. Először ugye elültetjük a fenyőt két éves, három éves korába. Ha három éves korába, az már három évig kellett vele dolgozni, akkor kiültetjük, és akkor még utána kell vele dolgozni 6-7 évet, hetet, 8 is. A július 25-i esőzés hatására a surdi ültetvényeken több munkálat is elmaradt, vagy későbbre tolódott. Ez pedig maradandó károkat okozott a termelőknek. Ahol megállt a víz, ott azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jelentős mértékű, több millió forintos kárt szenvednek el a gazdák. Tulajdonképpen a kár még, még nem is látható, egy-két hét el fog telni, amikor ezek a gyönyörű zöld fák nekiállnak sárgulni. Lesz nagyon sok fa, ami egyébként a sok víztől el fog halni, és hát nyilván majd pótolni kell. Itthon mintegy 3000 hektáron folyik kifejezetten karácsonyfa célú fenyőtermesztés. Az özönvíz okozta károk mellett az sem kedvez a gazdáknak, hogy egy uniós döntés értelmében a kivágott fákkal kereskedő gazdaságoknak nem jár plusz juttatás, bár a jelenlegi információk szerint ezt a problémát hazai forrásból olvosolná a kormány.